Okay, what about Vivi? What is your favorite breakfast? My favorite breakfast is muesli. Az András így, hogy katolikus közgazdasági szakgimnáziumban kiemelt figyelmet fordítanak a nyelvi képzésre. Egy-egy évfolyamon a 4 osztályból 3 nyelvi specialitású. Kiemelt cél, hogy a diákok minél hamarabb nyelvvizsgához jussanak. Az első év végére a tanulók 50%-a rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, második évben már az emelt szintű felsőfokú nyelvvizsgára készülnek, mondta Rozmán Éva igazgató. A mi iskolánk azért egyedülálló az országban, mert fölvállalta ezt, és a hozzánk érkező diákok fölvállalták ezt a plusz terhet, amik törvényben kötelezően előírtak akár a nyelvi előkészítő, akár a két tanítási nyelvű osztályokra a szakma tanulása mellett. Ez bizony azt jelenti, hogy a gyerekeknek 37-40 órájuk is van egy héten. Az Eszterházy Károly Egyetem is fontos szerepet tölt be az együttműködés kialakításában. Gyakorlatilag ezt az egész programot közösen menedzseljük az itt lévő nyelvvizsgahelyünkkel, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a nyelvvizsgahely, itt jelesül az egyetem, jobban tudja megítélni azt, hogy melyik iskolák érdemesek arra, hogy referenciaiskolánkká váljanak, hol folyik olyan színvonalas nyelvi képzés, hogy lehetnek az Origo referenciaiskolái. Az együttműködési szerződés aláírásával a diákoknak lehetőségük nyílik próbavizsgákat tenni, ehhez támogatást is kapnak, valamint a nyelvet oktató tanárok is képzéseken vehetnek részt.